Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damira Dávid vagyok. Ebben a videómban a 2017-es Get Out, vagy magyarul Tűnj el című Oscar-díjas horrorfilmről fogok beszélni. Tartsatok ám! A Get Out, vagy Tűnj el című filmnek a középpontjában egy fiatal pár áll, Chris és Rose, akik nagyjából 5 hónapja vannak együtt, viszont a fiú egyelőre még nem találkozott a lánynak a családjával, és hát ugye már bőven itt volna az ideje, ezért úgy döntenek, hogy a hétvégére elutaznak a lány vidéki birtokára, a családi birtokára, ahol ugye ott tartózkodnak a családtagok, hogy aztán Chris megismerhesse őket. Viszont az a helyzet, hogy Chris, ő fekete bőrű, míg Rose-nak a bőrszíne fehér. És Chris attól tart, hogy ebből problémák lesznek, ugyanis a lány egyelőre még nem árulta el a családtagjainak, hogy az új barátjának fekete a bőrszíne. De végül is elindulnak, és megérkeznek, és aztán Chris egy ilyen kellemes vidéki környezetben találja magát, ugye ott van a ház, ami egész normálisan néz ki, körülötte az erdő, távol vannak mindentől, tehát tényleg egy ilyen kellemes környezetben találja magát. És aztán szép sorjában ugye megismeri a családtagokat, legelőször is Rose-nak a szüleit, aztán ott van Rose-nak a testvére, aki azt mondja, hogy az öccse. Aztán van ott még két ilyen cselédféle, akik fekete bőrszínűek. És aztán kiderül, hogy egyfajta rendezvényt tartanak itt a birtokon a hétvégén, és meg vannak ide hívva a családnak a barátai. És akkor itt megérkezik vagy 4-5 autó, több ember, a családi barátok, és aztán ők is megismerkednek Chris-szel. És eleinte még úgy tűnik, mintha minden rendben volna, hogy minden rendben megy, egy-két apróságot eltekintve. De aztán Chris egyre inkább észreveszi, hogy valami, mintha nem stimmelne. A fekete bőrszínű cselédek furcsán viselkednek, meg furcsa dolgokat mondanak, aztán a fehérbőrű emberek, a vendégek, meg még a családtagok is elkezdenek egyre inkább furcsábban viselkedni, és aztán ráadásként ott van Rose-nak az anyja, aki hipnotizálja Chris-t. És aztán innentől kezdve tényleg egyre bizarabb dolgok történnek. És ennél tovább nem fogok haladni a történet elmesélésében, ugyanis ugye nem akarok egyrészt spoilerkedni. Másrészt pedig minél kevesebbet tudtok erről a filmről, szerintem annál nagyobb élmény, annál ütősebb a végén a csavar, annál izgalmasabb tud lenni, annál feszültebb tud lenni a sztori. Ezt a filmet Jordan Peele rendezte, illetve ő írta a forgatókönyvet is, és hát róla azt érdemes tudni, hogy ő korábban leginkább színészként dolgozott, illetve írt forgatókönyveket, meg producerként is tevékenykedett, de ő ezt megelőzőleg nem dolgozott horrorfilmeken. Inkább vígjátékok, meg animációs filmekhez adta hangját, meg hasonlók. És neki ez az első filmje, mint rendező. Tehát rögtön rendezőként beleugrott igazából a horror műfajba, ő egyébként horror rajongónak mondja magát, tehát rögtön így az első rendezésével bele is vetette magát ebbe a műfajba, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég szép munkát végzett. Tehát neki Jordan Peele-nak a rendezői debütálása nagyon is jó lett. Nem csak, hogy megírta egy nagyon klassz forgatókönyvet, ami tényleg egy elég jó történet, de abból utána megépítette egy nagyon jó filmet is. És nem csak, hogy bizonyított már rögtön az első filmjével, de ugye azóta is olyan filmeket csinál, amik igazából közönségkedvencek és amik jól sikerültek. Ugye ő rendezte az Us vagy magyarul Mi című filmet, illetve közreműködött a legutóbbi Kampókész című filmnek az elkészítésében, most legutóbb pedig 2022-ben ugye ő csinálta a Nope vagy magyarul Nem című filmet. Azt még egyelőre nem láttam, de majd mindenféleképpen szeretném megnézni. Úgyhogy tényleg rendezőként az utóbbi néhány évben, ugye ez 2017-es, tehát az utóbbi 5 évben nagyon szépen befutott, mint horrorfilmes rendező. Ugye ő például közreműködött a legutóbbi Twilight Zone TV sorozatban is. Tehát hirtelen nyilve 2017-től kezdve tényleg fejest ugrott a horror műfajba, és nem is akárhogyan. Úgyhogy itt a Get Out című film tényleg elég jó lett. Mint rendezés szempontjából igazából nincs panasz a filmben. Nagyon szépen összerakta, vannak benne nagyon jó vizuális megoldások is, operatőri munka, a zene nagyon jó benne, tehát tényleg nagyon szépen össze van rakva a film. És akkor mellette persze ott vannak a színészek, akik megint csak szerintem nagyon jók a filmben.
Ott van például Daniel Kaluuya, aki Chris-t játsza, ugye a főszereplője a filmnek. Ő például szerepelt korábban a Fekete Párus című filmben, illetve a Kick-Ass második részében. Aztán itt van Alison Williams, aki a barátnőjét, ugye Rose-t játsza. Ő például szerepelt a The Perfection című horrorfilmben, az azt hiszem, hogy Netflixes. Aztán itt van még nekünk Bradley Whitford, akit legelőször a Színfalak mögött című tévésorozatban láttam Matthew Perry oldalán, az egy nagyon jó tévésorozat szerintem. Azt, ami az Elnök emberei tévésorozatban is szerepelt, illetve hogy horror példát is mondjak, a Ház az erdő mélyén című filmben is szerepelt ő például. Aztán Catherine Keener, ő is ugye elég nagy filmekben szerepelt korábban, például benne volt a Felix kapitányban. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy színészek szempontjából is nagyon rendben van ez a film, tehát tényleg igazából a színészkedés is első osztályú. Úgyhogy igazából én rosszat erre a filmre nem igazán tudok mondani. Persze vannak apróságok, amik esetlegesen bele lehet kötni, de azok tényleg annyira apróságok, hogy nem érdemes őket megemlíteni se. Összességében nagyon szépen fel van építve a film. Úgyhogy ahogy Chris ugye megérkezik erre a birtokra, és megismeri a családtagokat, ugye úgy a néző is úgy ismeri meg ezeket az embereket, és úgy veszük mi is észre azt, hogy valami nem stimmel. És ahogy Chris egyre inkább belekerül a sok futiságba, és ahogy megismeri, hogy egyre bizarabb dolgok történnek, úgy látja a néző is folyamatosan ezeket a dolgokat. És persze, hogy ez egy olyan történet, amiben benne van a rasszizmus kérdése. Ez elég erőteljesen benne van a filmben, úgyhogy ez egy hatásos ebből a szempontból a film. Ezen ugye el lehet gondolkodni, miután ugye végignéztük a filmet. Úgyhogy persze, hogy ez benne van. De a film végére nem feltétlenül a rasszizmus lesz az, amiről igazán szól a filmnek a vége, a végső csavar, vagy amire kimegy ez az egész. Vagy mi is történik ugye itt valójában? Amikor ugye elkezdünk rájönni, hogy mi történik itt valójában, akkor így nézzünk, hogy igen. Ilyet láttunk már korábban, de nem sokszor. Egyáltalán nem sokszor. És ez valójában egy nagyon is klassz dolog. Nagyon jó dolog. Úgyhogy nagyon szépen fel van építve szerintem a film. A végső csavar tényleg elég jó. Azt nem tudom, hogy működik-e maximálisan, de jó a sztori. Jó a csavar a filmben, úgyhogy nagyon szépen fel van építve. És itt igazából a rasszizmus mellett bejön még egy másik dolog is, ami szintén ugye egy elgondolkodható dolog, valami így erőteljesen benne van a filmben. Úgyhogy ez a film nagyon szépen fel van építve, tényleg működik, és ugyebár ahogy halad előre a játékidő, úgy érezzük egyre jobban az izgalmat, a feszültséget, ahogy egyre nagyobbá válik a rejtés, ahogy egyre jobban csepegtetik az információkat, hogy miről is szól valójában ez a film. Úgyhogy tényleg hatásos szerintem ez a film, és ezen el lehet gondolkodni. Ez egy olyan film, amit megnézünk, és aztán tényleg lehet rajta agyalni, hogy mit láttunk, hogy mi a mondani valója, és el lehet gondolkodni azon a mondani valón. Úgyhogy szerintem ez tényleg egy nagyon jó film. És ezt sokan észrevették. Tehát ezt a filmet 4,5 millióból csinálták, és több mint 255 milliót hozott össze a mozipénztáraknál. Tehát elmondható, hogy sikeres volt. Mindamellett pedig rengeteg különböző díjra jelölték, és abban nagyon sokat meg is szerzett. Többek között 4 kategóriában is jelölték a 2018-as Oscar gálára. Oscar díjra jelölték ezt a filmet. Például legjobb rendező, legjobb színész, ugye a főszereplők, aztán a legjobb eredeti forgatókönyv, valamint a legjobb film kategóriában. És ezek közül egyet sikerült megszereznie, mégpedig a legjobb eredeti forgatókönyv díját, amit ugye Jordan Peele írt, ugye ő írta is a filmet, nem csak rendezte. Úgyhogy ez nem csak, hogy egy Oscar díjra jelölt film, de egy Oscar díjas horrorfilm is egyben. Ami igazából, hát mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten ritka, mert nincs sok Oscar díjas horrorfilm. Úgyhogy nagyon jó dolog az szerintem, hogy vannak ilyen horrorfilmek, amiket tényleg ennyire elismernek, amik ennyire sikeresek, és hogy ilyen szinten díjakra jelölik, és hogy még meg is szerez nagyon sok díjat. Ez szerintem jót tesz a horror műfajnak, hogy vannak ilyen filmek. Úgyhogy tényleg Jordan Peele rendezői debütálása szerintem maximálisan elégedettek lehetünk vele. Ez egy nagyon jó film, bárkinek tudom ajánlani, aki még nem látta. Érdemes tényleg megnézni. Van benne némi humor is. Azt nem mondom azt, hogy nagyon
szükség volt rá, hogy beletegyék ezt a humort a filmbe, de éppensége elfér azért valamilyen szinten. De azért mondom, hogy vannak vele apró problémák, apró dolgok, amikben bele lehet kötni, de ezek nem olyan vészesek. Úgyhogy összességében tényleg egy nagyon jó filmről beszélhetünk, amire én 8,5 pontot tudok adni a 10-ből. Úgyhogy tényleg itt van a Get Out tűnje 2017-ből. Nagyszerű a sztori, nagyszerű a felépítése, nagyon jó a mondani valója, el lehet rajta gondolkodni. 8,5 pont a 10-ből, maximálisan tudom ajánlani ezt a filmet, egy Oscar-díjas horrorfilmet. Ha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, hogyha megírnátok a véleményeteket, akkor ezt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg, vagy a Facebook csoportomban. Például, hogyha láttátok már ezt a filmet, akkor erről is írjatok, hogy így mit gondoltok róla. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!